Az Ukrajnában zajló háború miatt veszélyhelyzetet hirdetett a kormány, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán megjelent videóban kedden. Orbán Viktor azt mondta, a háború folyamatos veszélyt jelent az országra. Szerinte a háború és a brüsszeli szankciók hatalmas gazdasági felforduláshoz és drasztikus áremelkedéshez vezettek. A világ gazdasági válság küszöbén áll. Megismételte, hogy Magyarországnak ki kell maradni a háborúból, és meg kell védeni a családok anyagi biztonságát. A kormány az alaptörvényben biztosított jogával élve ma éjféltől kihirdeti a háborús veszélyhelyzetet. A járvány elleni védekezés alatt bevezetett veszélyhelyzethez hasonlóan ez is lehetővé teszi a kormánynak, hogy azonnal reagáljon és minden lehetséges eszközzel megvédje Magyarországot és a magyar családokat. A bejátást együtt néztük Pásztor Emesével, a TASZ politikai szabadságjogi projektjének helyettes vezetőjével. Jó reggelt kívánok, és itt a bejátás alatt mondtam, hogy majd próbáljunk minél konkrétabbak lenni, mert hogy úgy tűnik, hogy talán a választás eredménye miatt is felhatalmazva érzi magát arra a kormány, hogy amikor a háborúra és a családok védelmére, a rezsiköltségek csökkentésére hivatkozik, akkor ehhez képest, amiről jogvédők beszélnek, hogy a szabadságjogok korlátozása az elenyésző árnak tűnik, és nem annyira kézzelfogható. Hogy lehet ezt közelebb hozni, hogy itt mi van a mérleg egyik serpenyőjében, és mi van a másikban? Ugye a kormány arra semmilyen indoklást nem adott, hogy mi indokolja ennek az új veszélyhelyzeti tényállásnak a bevezetését, és most ugye a veszélyhelyzetnek a... gyors reagálás. A gyors reagálás, így van, de nem világos, hogy miért van szükség gyors reagálásra, hogyha negyedszerre van kétharmados többségük a parlamentben, és ugye bármilyen törvényjavaslatot, törvénymódosítást gyakorlatilag egy vagy legfeljebb két nap leforgása alatt át lehet nyomni a parlamenten. Tehát ezeknek a különleges jogrendeknek, rendeleti szabályok útján törvényektől való eltérésnek olyan esetekben van értelme, amikor az ellenzék meg tudja akadályozni bizonyos törvényjavaslatoknak a gyors elfogadását. De itt ebben a politikai környezetben, hát ugye egy évtizedes távlatban lassan nincsen erről szó. Igen, de talán pont az ön cikkében olvastam a 444.hu-n, hogy ugye kivételes eljárásban 24 óra alatt egy törvényt át lehet tolni a parlamenti mechanizmuson, plusz még a köztársasági elnök aláírása, de azért erre van egy korlátozás, hogy fél évente mindössze 4 ilyen törvényjavaslatot lehet elfogadni. Nem világos, hogy miért van szükség, például ugye most egyelőre ezekről a gazdasági intézkedésekről tudunk, nem világos, hogy miért kellett például ezeket órák alatt elfogadni. Ugye a miniszterelnök bejelentést tette erről a Facebookon, de a magyar közlöny még mindig nem jelent meg, tehát magát a jogszabályt még mindig nem látjuk. Nincs arra utal jel, hogy ilyen lenne az időbeli nyomás a kormányon ebben a helyzetben. Akkor mi más lehet a megfejtés? Ha az időbeli nyomás az nem valós indok önök szerint. Jogi megfejtés erre nincsen, politikai megfejtések lehetnek. A parlamenti vitának az a lényege, hogy a törvényjavaslatokat, törvénymódosításokat megvitatják a parlamentben, az ellenzéki képviselők el tudják mondani az agályaikat. Na most, hogyha rendeleti kormányzás van, akkor viszont a Karmelita kolostorban, hogy ott a félhomályban születnek meg ezek a kormányrendeletek, nincsen mód parlamenti vitára, és nincsen mód arra, hogy elhangozzon a kritika a nyilvánosságban. Amikor arról beszélünk, hogy parlamenti vita, bizottsági vita, azért az ellenzék kritikája szerint ezek eddig is abszolút formalitások voltak, ilyen nem tudom milyen százoldalas paksamétákat kaptak meg bizottsági ülések előtt fél órával. Tehát, hogy eddig sem működött szerintük ez érdemben. Akkor ugye hát erre nem lehet az a megoldás, hogy a parlament egészét félretesszük. Magyarország elvileg egy parlamentáris demokrácia, tehát éppen, hogy a parlamenti működésnek a helyreállításán kellene dolgozni, nem pedig a parlamenti működésnek a végletes kiüresítésén. Van azokra esély, amit például tanárok, vagy orvosok, vagy ellenzéki politikusok mondanak, hogy mondjuk a tanárok joggal aggódnak amiatt, hogy vezényelhetővé teszik őket a veszélyhelyzetre hivatkozva, aminek olyan értelemben lenne alapja, hogy ugye nagyon kevés a tanár, ezzel nyilván egy kicsit könnyebb lenne megoldani a problémákat. Ilyesmire lehetőséget ad ez a mostani helyzet? Nagyon széles körű felhatalmazást ad a veszélyhelyzet a kormány számára, tulajdonképpen bármilyen törvénytől el lehet térni rendeleti úton. Az előző koronavírus járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet alatt is láttuk azt, hogy például a kormány rendeleti úton lehetetlenítette el a tanársztrájkot, tehát akár olyan szabályoknak a megalkotására is lehet számítani, ami a szomszéd Ukrajnában zajló háborús helyzetnek a megoldásához csak nagyon lazán vagy nagyon absztrakt módon kapcsolódik. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igen, ez egy reális veszély.
különbség van a között, hogy abban bízunk, hogy a kormány a józan belátása alapján nem lép át bizonyos határokat, vagy hogy az a helyzet, hogy a jogrendszer megállítja a kormányt, és nem engedi meg számára azt, hogy bizonyos határokat átlépjen. Nincs szó erről az utóbbiról. Ugye említette azt, hogy a sztrájkot ellehetetlenítették még a járvány miatti veszélyhelyzet során, de ugye most ezeket a szigorúbb sztrájk szabályokat beírták, belefoglalták a köznevelési törvénybe, tehát erre most már nincsen szükség. Erre most már nincsen szükség, de bármi egyéb lehetősége megvan a kormánynak arra, hogy kénye kedve szerint módosítson. A másik példa az ugye az volt, amit tegnap reggel itt Gréci Zsolt említett, hogy ő attól tart, hogy ugye május végén lejár a moratórium, hogy az orvosok nem mondhatnak fel a korábbi veszélyhelyzet miatt, a pandémia miatt, és hogy ennek a meghosszabbítására készülhet a kormány, akkor ez is benne van ebben a pakliban. Ez is elképzelhető. Meddig lehet fenntartani? Tehát egy komplett foglalkozási ágnak veszélyhelyzetekre hivatkozva azt lehet mondani, hogy nem mondhatsz fel? Ugye a veszélyhelyzet az addig tart, amíg az elrendelésére okot adó körülmények ezt indokolják. Ezt a kormány ítéli meg. Elvileg szakértői véleményekre kellene támaszkodni akkor, amikor egy ilyen döntést meghoz. A veszélyhelyzeti rendeletek elvileg 15 nap elteltével mindig hatályukat veszítik, és ezek a felhatalmazási törvények, amikre láttunk már több példát itt az elmúlt két évben, azok azt szolgálják, hogy ezek 15 napon túl is hatályban maradhassanak. Alaposokkal feltételezzük azt, hogy most is lesz egy ilyen általános felhatalmazó törvény, ami lehetővé teszi azt, hogy akár évekre is hatályban maradhassanak ezek a szabályok. Ugye arról is írt, hogy se az Alkotmánybíróság, se az alapvető jogok biztosa az elmúlt időszak alapján nem képes arra, hogy ezeknek a döntéseknek keretet szabjon. A jogorvoslatnak hol van lehetősége? Tudunk arra konkrét példát mondani, hogy akár egy tanár, aki a saját bőrén érzi, vagy akár egy orvos, hogy hát ez most nem az a veszélyhelyzet, hogy ő nem mondhatna föl, vagy ő ne sztrájkolhatna, hol keresett konkrétan jogorvoslatot? A Társaság a szabadságjogokért például segített alkotmányi panaszbeadványt benyújtani egy érintetnek, ugye akit a felmondási tilalom az egészségügyben érint. Mire hivatkozott? Mert ugye a pandémia viszont jogalapot teremtetett erre, ez józan paraszti észre az ember is belátja. Ez egy rendkívül aránytalan korlátozás. Tehát egy ilyen korlátozásnak az arányosságát nem lehet veszélyhelyzetben sem indokolni, hogy valaki kényszerítve legyen arra, hogy egy bizonyos munkakörben dolgozzon az akarata ellenére. Tehát ez a korlátozás biztos, hogy aránytalan. Az Alkotmánybíróság ebben a kérdésben például nem hozott még döntést, mert hogy lassúak ezek a folyamatok. És azt is lehet látni, hogy az Alkotmánybíróság általában tartózkodik attól, hogy megsemmisítse ezeket a rendeleteket, inkább legfeljebb alkotmányos követelményeket állapít meg, hogy ezeket hogyan kell értelmezni az alaptörvény. Mi a határideje ennek az elbírálásnak? Nincsen. Észszerű időn belül kell elbírálni az Alkotmánybíróságnak. Elvileg ezeket az ügyeket előre veszik. A gyakorlatban viszont azt látjuk, hogy több alkalommal addigra került az Alkotmánybíróság elé egy adott korlátozás, mire már nem is volt hatályban. Pedig a veszélyhelyzet alatt vezetében. Most akkor a gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy van jogorvoslat, de valójában nincs. Az Alkotmánybíróság nem biztosít jogorvoslatot. És ugye európai fórumokhoz addig nem lehet menni, amíg a hazai lépcsőfokokat nem járja. Ki kell meríteni, ugyanakkor, amikor az Alkotmánybíróság visszautasítja az alkotmányjogi panaszbeadványokat például, akkor az már azt jelenti, hogy a strasbourgi bírósághoz lehet fordulni. És na jó, akkor járjuk végig gondolatban, ha mondjuk a strasbourgi bíróság önöknek meg az érintett orvosnak igazat ad, akkor mi van? Ugye ilyenkor kimondja azt, hogy Magyarország megsértette az emberi jogok európai egyezményét, és egy nagyon hosszadalmas folyamat során Magyarországnak meg kell tenni a lépéseket, hogy korrigálja ezeket a hiányosságokat. A gyakorlatban ez annyit szokott jelenteni, hogy kifizeti az igazságos elégtételt, amit a strasbourgi bíróság megítél, tehát magyarul a kártérítés, sérelemdíjat kifizeti az érintetteknek, ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy a jogszabályi környezetet is összhangba hozza az egyezménnyel. Hát igen, ez egy elég nagy labirintus, amit itt végig kell járnia valakinek, aki jogorvoslattal szeretne élni. Pásztor Emese, köszönjük szépen. Köszönöm szépen.